Istent szeretünk kezdetén énekeljük fennállva 152. énekünk A változatának első versét. Ím féljöttünk nagy örömben. Thank you.
aki segédelmünk legyen Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Gyertek testvéreim, tegyünk vallást a mi hitünkről, mondjuk el az egyetemes keresztény Anya Szent Egyház hitvallását. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében. Hiszek Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, ami Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett, Poncius Pilátus alatt megfeszítették, meghala és eltemetették. Szálla alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámadott, felméne mennyekbe, ül az Atya Isten jobbján, onnan nézett eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szent Lélekbe, hiszek egy közönséges keresztjén Anya Szent Egyházat, szenteknek egyességét, bűneinek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Hallgassátok meg testvéreink Isten szent ígéjét, amint az írva található Ézsaiás prófita könyve 42. részének 1-től 9-ig terjedő verseire. Ézsaiás prófita könyve 42. részének első 9 versét figyelemmel és ülve hallgassátok. Íme az én szolgám, akit gyámolítok, az én választottam, akit szívem kedvel. Lelkemet adtam ő belé, törvényt beszél a népeknek. Nem kiált és nem lágyáz, és nem hallatja szavát az utcát. Megrepett nádat nem törel, a pislogó gyertyabelet nem oltja ki, a törvény igazán jelenti meg. Nem pislog és meg nem reped, míg a földön törvény tanít, és a szigetek várnak tanítására. Így szól az Úristen, aki az egeket teremti és kifeszíti, és kiterjeszti termésével a földet, aki lelket áld a rajta lakó népnek és meheletet a rajta járóknak. Én az Úr hívtalak el igazságban, és fogom kezedet, és megőrizlek, és népnek szövetségévé teszlek, fogányoknak világosságává, hogy megnyisd a vakoknak szemeit, hogy a foglyot a tömböcből kihozzad, és a fogházból a sötétben ülőket. Én vagyok az Úr, ez a neve, és dicsőségemet másnak nem adom, sem dicséretemet a bármányoknak. A régiek ímé beteltek, és most újakat hirdetek, mielőtt meglennének, tudatom veletek. A kegyelem Istenet tegye áldottá az ő ígéjét, hogy beszéde lakozzék velünk gazdagon, és mi sok és áldott gyümölcsöt teremünk az ő dicsőségére. Gyertek, ezért imádkozzunk. Istenünk, mennyei édesatyám, csodálatos dolgot készítettél az ember számára, amit mi nem tudhatunk megérteni, mert kevés minden tudásunk, kevés az értelmünk, kevés a tapasztalatunk, bármennyit is halmozott fel az előttünk lévő nemzedékek sokasága, bármennyit is örököltünk őseinktől, vagy bármennyit tanuljunk, tapasztaljunk mi magunk, mind-mind kevés átlátni, megérteni azt a jót, amit te az embernek készítettél. Főleg azért, mert ebben a földi életben beárnyékol bennünket, az egész teremtés beárnyékolja a sötétség, a maga félelmeivel, a maga gonoszságával, mindazzal, amit nem szeretünk, de valamilyen megmagyarázhatatlan módon mi is kötődünk
hozzá, amitől szabadulni akarunk, és mégis ragaszkodunk hozzá, amitől félünk, és mégis ott van velünk folyamatosan, szüntelenül, úgyhogy nem tudunk ebben a földi életben megszabadulni tőle. Rá kell bíznunk magunkat, hozzád kell fordulnunk, tőled kell segítséget kérnünk, valahányszor mégis tovább akarunk lépni, vagy többek akarunk lenni, mint akik magunk erejéből lehetünk. És ezért vagyunk most is színed előtt úrunk, mert tudjuk, hogy a jó nálad talál. Tudjuk, hogy készen áll számunkra az idő kezdete óta. És nincs más dolgunk, mint megnyitni önmagunkat, szívünket, lelkünket a jó erőt, hogy befogadhassuk. Hadd legyünk, úrunk, most is nyitottak, ha valami még ott van a lelkünkben, vagy az elménkben, vagy a fülünkben, ami bezárná az ajtókat, akkor te távolítsd el onnan, hogy az ige, hogy a te szent lelked akadálytalanul megtaláljon bennünket, munkálkodhasson bennünk a te nagy dicsőségedre. Amen. 152. énekünk harmadik versét énekeljük. Vágyjuk lelkünk szent igéhez, felséges Isten! Ilyenkor délvíz idején, akár kora reggel, akár délután, este az ember próbálja a szürkületben vagy a sötétségben valahogy kivenni a tárgyaknak a vonalát, próbál alkalmazkodni, amennyire csak lehet ez a rövid nappalhoz és a hosszú éjszakához,
aztán olyan jól esett, gondolom, nem csak nekem, mindenkinek már tegnap este, ma reggel, hogy a hófehér táj teljesen megváltoztatta a látási viszonyokat is, sokkal korábban ki lehetett nézni, persze akinek volt kedve korán felkelni, vagy tegnap este, tovább érdemes volt fennmaradni és kitekinteni. A fehérség, illetve az a fény, ami visszaverődött a fehér hóról, szemgyönyörgettető látványt nyújtott. Tudjuk azt, hogy a világosság és a sötétség a maga természetes rendjében váltja egymást itt ezen a világon. Tudjuk, hogy megvan a rendje annak is, hogy az évnek ennek a felében hosszabbak, az éjszakát nyáron majd a nappalok lesznek hosszabbak, alkalmazkodik hozzá az emberi test is a maga módját, tehát ilyenkor télen jobban tudunk aludni, meg többet tudunk aludni, nyáron meg több a munkánk, az elvégezni való. Ezt úgy gondolom, hogy Isten bölcs teremtési rendje szerint van így és működik így. Az már kevésbé jó dolog, hogy a sötétséghez hozzátartozik, és tudjuk, hogy kezdettől fogva hozzátartozik, hogy a sötétben benne van sok félelem, és benne van sok rossz dolog, amit ha lehetne, akkor elkerülni, amivel nem szívesen vállalunk közösséget, amit ha csak lehet, akkor elűzzünk magunktól. A civilizált világ, modern világ ugye megpróbálja fényekkel háttérbe szorítani a sötétséget. Én azt mondom, már nagyon sok tekintetben túlzásba is visszük a megvilágítást, a kivilágítást, meg pláne a dísz kivilágítást, mert közöleg kiderül, hogy nincs is elég áram a világon, és akkor felébredünk, hogy hatalmas villanyszámlák érkeznek, legalábbis január 1-től, vagy meglátjuk március 1-től ilyenek lesznek. Tehát mindennek megvan a maga ára, és mindennek megvan a maga hozadéka, amikor az ember beavatkozik a természetes rendbe. Az is egy beavatkozás volt, amikor az első ember pár hallgatott a kígyó szavára. A természetes rendbe való beavatkozás volt, hogy ettek annak a tiltott fának a gyümölcséből, holott az Úristen megmondta, hogy ne egyenek. Ma már, nem hogy ma már, hanem semmikor sem lehetett elképzelni azt, hogy milyen lett volna a világ, ha nem esznek abból a gyümölcsből. Hogy megmaradt volna-e az az édeni állapot, amiben Ádám és Éva lehetett rövid ideig. Mi egy más világot örököltünk első szüleinktől, ebben a más világban a világosság és a sötétség egyformán jelen van, és nekünk dolgunk van a világossággal, és dolgunk van a sötétséggel is. Mind a kettőben megvan az embernek a feladata, különösen a keresztény embernek a feladata, és erről beszél nekünk most Pál apostol az Efézus beliekhez írt levélből vett részletben. Azt mondja az első gondolattal, amit hallottunk, ne legyen közösségtek a sötétségnek gyümölcstelen cselekedeteivel, hanem inkább meg is fedjétek azokat. Nem azt mondja Pál apostol, figyeljünk, hogy ne cselekedjétek a sötétségnek a dolgait, azt mondja, közösségetek se legyen azzal. Mit jelent az, hogy közösségünk se legyen? Ne is vállaljuk a mellette levés, a közelébe lépve, az eltűnését a sötétség dolgainak. Még csak ne is említsük azokat, nem? Hát az fel sem merüljön, hogy valaki keresztény létére, Krisztus követő létére a sötétség dolgait kezdi cselekedni. Bűnök felől gondolkodik. Bűnös gondolatai vannak, és a bűnös gondolatok megszűnik
a bűnös cselekedeteket. Tehát erre ne is gondoljuk, ennél sokkal komolyabb a keresztény embernek a feladata, hogy tudni, hogy mi csak közösséget se válnak. Ha valahol tudja, ha kiderül, mert kiderül, ezt is elmondja, tehát amikor kiderül a sötétség cselekedet, akkor tessék azt megfelteni. Nem elnézni, eltűrni, szemet hújni, vagy pláne nem elmosolyogni és hasonlókat kell az embernek, hanem megfetteni, meginteni. És ez nem azt jelenti, hogy véres szájjal, habzó szájjal, vagy ahogy a Szentírás leírja nekünk, Saulus, mielőtt Pál lett volna, hogy öldött Rizstől lihegve kereste és kergette a keresztényeket, a Krisztus követői. Tehát nem ilyen öldöttéstől lihegő kereszténységet vár el Pálhoson. Nem azt mondja, hogy büntessétek meg. Nem azt mondja, hogy statuáljatok példát azokkal, akik a sötétség dolgaiban járnak. Fedjétek meg. Aki szülőt, az pontosan tudja, hogy mit jelent a fedés. Abban beleférhet az is, hogyha elengedhetetlen, hogy a szülő megveri a gyermeket. Beszél erről a Szentírás, a mai modern társadalom már nem beszél, tehát szinte már botránynak számít, illetve pontosan tudjuk, hogy az iskolában a pedagógusoknak tilos hozzáérni a gyermekhez. Én nagyon jól emlékszem azokra a körmösökre, amiket kaptam a tanítónénitől, vagy hát később már nem emlékszem, hogy kaptam volna a tanároktól, megkaptuk a maga idején a tanítónénitől. Egy csepp harag nincs a szívemben, sőt, azt mondom, hála Istennek, hogy a maga idején megkaptam, és ember lett belőlem, nem értem ezt a világot. Pontosabban értem, ugyanis egy kifordult világban, a kifordult gondolkodásban, ahol a sötétség dolgai kerülnek elő, ahol a sötétség dolgai lesznek a meghatározók, az uralkodók, ott természetesen minden, ami visszaszorítaná a sötétség oldalát, az tilos. Tehát tilos a feddés. Nem szabad azt mondani a bűnre, hogy az bűn, mert megsértjük másoknak az érzékenységét. És ez egészen addig nem is különösebb baj, amíg nem a saját otthonainkban, a saját közösségeinkben szembesülünk ezzel, mert Isten látja a lelkemet, nem áll szándékunkban elmenni a világ egy távoli részére azért, hogy én megmondjam nekik, hogy szerintem mi a jó, azt viszont már nem tűröm, nem tűrhetem el keresztényként, hogy bejöjjön más az én otthonomba és meg akarja nekem mondani, hogy mi a jó. Akkor sem, hogyha az a tévé, az az internet, tehát ma már nem ott tartunk, hogy házalók jönnek, és az ajtón bekopogva érik a bebocsátást. Réges-régen tárra nyitottuk az ajtókat, ablakokat. Réges-régen beengedünk mindenkit az otthonunkba. Ott van a képernyő, ott van az okostelefon, ott vannak azok az eszközök, amin keresztül bárki bejöhet. És felsenek egészen biztosak lenni benne, hogy be akarnak jönni, és be is fognak jönni. És az a mese, amit mindannyian jól ismerünk, a kismalaccal és a farkassal, és a forró vizet a kupaszra, az gyönyörűen mutatja ma is, hogy hogy működik, hogy előbb csak egy ujjacska, azután csak egy lábacska, és azután, amikor már felébrednél, akkor lehet, hogy késő. Pálhoson ideje korán figyelmeztetett bennünket, amikor azt mondta, hogy még csak közösséget se vállaljunk a sötétségnek a cselekedeteivel. Mert körülbelül olyan, mint egy ragályos fertőzés, egy igazi ragályos fertőzés,
aminek tényleg halálos következményei vannak, ha érintkezésbe kerülünk a bűnnel, akkor az bennünket is képes megfertőzni. Itt van az igazi veszedelem, és elnézést kérek mindenkitől, nem kívánok én szembe beszélni bármiféle egyéb beszédekkel, csak hadd hívjam fel a jelenlévőknek a figyelmét arra, hogy mi az igazi beszéd. Ismerjük jól azt a tanítást, hogy nem azoktól kell nekünk félni, akik a testünket megölik. Mert attól még a miénk a mennyeknek országa. Attól kell nekünk félni, akik a testet és a lelket is meg tudják ölni. A lélek megölésének a módja pedig az, amikor a sötétség cselekedeteivel közösséget vállal. És az valahol nagyon-nagyon mélyen vagy korán kezdődik az emberben, amikor az igazság érzete, a lelki ismerete kialakul és megszólal. Ugye azt szoktuk mondani, hogy a gyermekek azok még őszinték. Ők még megmondják. Ők még nem leplezik az érzéseiket és az érzelmeiket. Nagyon kicsi gyermekkorban már elkezdődik a formálása az igazság érzetnek és a lelki ismeretnek. És én bizony lelki pásztorként megmondom, hogy nem tudok napirendre térni a fölött, amikor a szülők eltűnik, hogy a gyermekek csúnyán beszélnek. Amikor pláne el is mosolódják, olyan láttam, hogy dicsekesznek vele, hogy a gyermeke miket tanul és miket tud mondani. Lelkük rajta, hiszen beindul egy olyan folyamat a gyermeki lélekben, amit azután nagyon-nagyon nehéz lesz visszafordítani. A gyermek, aki nem tudja, hol a helye a családban, hol a helye a közösségben, aki nem tudja, hogy a szülőt tisztelni kell, teljesen mindegy, hogy az a szülő, hogy viselkedik. Nem azt szerint kell tisztelni, mert olyan, amilyen, hanem azt szerint kell tisztelni, mert ő a szülő. Annyi minden van, amiről a mai társadalom egyszerűen nem hajlandó beszélni. Nem veszünk tudomásról, igaz, elmondjuk meg, elmondjátok ti is, hallom tőletek, külön-külön mindenkitől is, hogy hát azért az iskola nem olyan, meg a mai gyerekek nem olyanok, mint voltak. Miért? Mi változott meg a világban? Az éghajlat változott meg? Dehogy is. Mi változtunk meg, a mi hozzáállásunk változott meg, szülőknek, nagyszülőknek a hozzáállása, aminek megvan a következménye. Mit jelent világosságban járni? Arra ad példát az Ézsaiás proféciás könyvéből felolvasott rész. A 42. vers az Isten szolgájáról szól. Íme az én szolgám, akit gyámolítok, akit szívem kedve. Tessék felidézni, vagy tessék otthon elolvasni még egyszer, hogy milyen az Úristennek a szolgája. Megrepett nádat nem tör el, pislogó gyertebedet nem old ki. Mennyi szerencsét, mennyi türelem, mai szóval mennyi empátia van ebben a magatartásban. Aki még a megrebett nátszában is látja a jövőt, a pislogó gyertyabélben is látja a lehetőséget. Aki nem pusztít, aki nem írt, nem gyomlál, aki megtart. Megtaláljuk ezt a mai világban, hogy ezeket a tulajdonságokat fel tudjuk fedezni saját magunkat. A csíráját a jó szándéknak legalább ott találjuk magunkban. Vagy mennyi türelmetlenség,
mennyi indulat van bennünk, ami felgyülemlik, vagy gyűl-gyűl, és akkor egyszer csak kirobbant, vagy amit minden nap, vagy percenként, óránként kiadunk magunkból, vagy a házastársunkon, vagy a gyermekünkön, vagy anyósunkon, apósunkon, de alapként le kell vezetni, és akkor kiengedjük a szerepet és a bűzt. Mi az, ami munkálkodik bennünk? Mi az, ami meghatároz bennünket a mindennapokban? Sokszor elmondtam már, valószínűleg még el fogom mondani jó párszor, hogy a mai kereszténységet, a keresztény világot sajnos magatartásában, beszédében, viselkedésében nem lehet megkülönböztetni a világ többi részétől. Sehol, semmiben nem látszik az, hogy mi lennénk a Földnek a súlya, mi lennénk a világ világossága. Persze fel tudunk mutatni egy-egy pásztorlevelet, egy pápai kinyilatkoztatást, egy püspöki beszédet, akár egy prédikációt, ami a szószéken elhangzik, amiben szép dolgok vannak megfogalmazva. A kereszténység értékei vannak szépen összegyűjtve, és mutatjuk azt, hogy de hát erről szól a kereszténység. Jó, kinek? Kinek szól a kereszténység? Ki hallja meg? Ki cselekszik azokat, amik szép beszédben elhangzott. Ennek a kérdésnek van egy nagyon fontos vetülete, amiről nem igazán szeretünk tudomást venni. És ez is meg van fogalmazva ebben a mai ígében. Azt mondja Pál, serkenj föl, aki aluszol, és támadj fel a halálból, és felragyog te néked a Krisztus. Támadj fel a halálból. Nem csak itt fogalmaz így a Szentírás, máshol is találunk ilyen utalást, amikor arról beszél maga az Úr Jézus Krisztus, vagy arról beszélnek az apostolok, hogy aki bűnben él, aki sötétségben jár, az igazából halott. Nem tudom, elgondolkoztatok-e már rajta, hogy mit jelent ez, hogy aki sötétségben jár, bűnben él, az már halott. Hadd próbáljam meg azzal szemléltetni ezt nektek, hogy amikor itt a Földön valaki vét a világ törvények ellen, elítélik és börtönbe zárják, akkor ugye a börtön lét az egy bezárt állapot. A börtönben az ember adott szabályok szerint kell éljen, ott nem nincs appelláta, tehát ott nincs szabadság az embernek más tenni, mint amit előír a börtön szabályzat. Be van zárva egy szűk helyre, ott kell élni az életét, a külvilág számára gyakorlatilag nem létezik. Olyan a börtön, könnyen lehet hasonlítani egy kriptához, amiben még nem halott állapotban, testileg nem meghalva, de be van zárva az ember. Aki életfogytiglan, tényleges életfogytiglan kap, az ott kell leégjen az életét bezárva. Igazából már halott, hiszen e világ számára már semmit nem jelent, mert ugye fenn kell tartani azt a börtönt, de semmi jót nem tud már a világ számára felmutatni, mert el van zárva tőle. Na már most az az ember, aki Isten törvénye ellen vég, aki sötétségben jár, az pont úgy el van zárva a világtól. Pont úgy haszontalan a világ számára. Aki sötétségben jár, most próbáljuk elképzelni azt, hogy tolvaj jár a kertek alatt. Arra fog vigyázni, hogy ne vegyük észre, még ha a közelében vagyunk sem. Elrejtőzik
veszünk előbb, nem a hasznunkat akarja. Nem akarja magát megmutatni, mert ő a sötétségben jár. Igazából a mi számunkra halott, mert semmit nem tud, nem is akar felmutatni. Akkor tehát, amikor az a kérdés tevődik fel, hogy aludni akarunk-e, vagy felserkedni, sötétségben akarunk-e járni, vagy világosságban, a kérdés az, hogy akarunk-e élni. Hogy bezárjunk magunkat egy ketrecbe, egy kriptába, egy börtöncellába, és onnantól kezdve a világ megszűnik számunkra, és megszűnünk a világ számára létezni, hogy ennél nagyobb, hogy is megszűnünk Isten számára létezni, és kizárjuk Isten a saját életünkből. Meglássátok annak okáért, mondja Pálnak a következő versben, hogy mi módon okkal járjuk, nem mint bolondok, hanem mint bölcsek. Még mindig az elején vagyunk az új esztendőnek, bizony érdemes odafigyelni minden napján ennek az évnek, hogy a gondolatainkat, a cselekedeteinket, a beszédünket mi motiválja, mi késztet bennünket arra, amit éppen véghez akarunk vinni. És ha észreveszünk magunkon, de ha észreveszünk másokon is, hogy nem a világosságban járunk. Ha valahol álnokságot, indulatot, gonoszságot, bármi rosszat fedezünk el, ne féljünk szólni. Ne féljünk napvilágra hozni. Csak azzal tudunk ártani, ha leplezzük, ha cinkosok vagyunk, ha közösséget vállalunk. Mindenben, mint Isten szolgáljuk, járjunk. Így szolgáljuk a mi Urunk Jézus Krisztus ügyén. Amen. Világunkban megszólaljunk, tehát tudjuk, voltak nehéz idők, és ugyan
Hogyan állhatnánk az első keresztjének elé, ha módunkban lenne elszámolni a mi bajainkkal és dolgainkkal, hiszen neki valódi üldöztetésben, valódi félelemben, halálfélelemben kellett élni, de ők vállalták a hitüket, ők vállalták a szolgálatot, és lám, ebből lett az egész világot átfogó kereszténység. Talán mi is megértjük, hogy nem az elhallgatás, nem az elnézés, végképp nem a befogadás az, ami a sötétséggel való viszonyunkat kell jellemezze, hanem a bátor kiállás az Úr Jézus Krisztus mellett, a világossággal való mindennapos együttlét, hogy megmutassuk akár a hibáinkat, akár a rossz tulajdonságainkat, ha kell, azért, hogy megszabaduljunk, hogy gyógyuljunk, hogy fejlődjünk, hiszen mindannyian vágyunk a szépre, a tisztára, az igazra, a jóra, de hogyan várhatjuk, ha mi magunk nem munkálkodunk ezért. Kérünk, Urunk, taníts bennünket, akik még vágyjuk a jót. Segíts bennünket, akik még munkálkodni akarunk a jónak végezni bennünket. Hiszen azt látjuk, hogy napról napra több a dolgunk, napról napra dühöttebb a világ körülöttünk. Adj hát erőt, adj kitartást a jó szolgálatában. Engedd, hogy tudjunk fényleni. Engedd, hogy legyen íze annak a kereszténységnek, amit mi megélünk, és amit másoknak is meg tudunk mutatni. Így segíts, Urunk, a rászorulókat, a nélkülözőket, a testi, lelki bajokban szenvedőket. Így segíts a Te, a Szent Egyházadat, hogy Téged dicsérjünk és magasztaljunk háromszor szent nevedben, Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten most és mindenkor. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Ami Úrunk Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek szeretete, Szentléleknek megáldó és megszentelő ereje, legyen és maradjon mindnyájunk. Hirdetem, kedves testvéreim, hogy kedden, azaz 11-én délután 3 órakor emlékharang szól néhai Pap Sándor halálának 10. évfordulóján családja kegyeletes megemlékezéséül. Ugyancsak emlékharang szól majd 14-én pénteken délután 3 órakor néhai Szilágyi József halálának első évfordulóján felesége és családja kegyeletes megemlékezéséül. Isten vigasztaló szent lelke legyen az emlékezőkkel. Ahogy már hirdettem, újra jelentem a gyülekezetnek, mához egy hétre, vasárnap délután megkezdjük 2022-es ima hetünket. 8 napon keresztül vendég lelkipásztorok fognak szolgálni. Első vasárnapon a vendég lelkipásztor majd egy kis műsorral is megörvendeztetve a gyülekezetet,
utolsó vasárnapon kórus szolgálat is lesz. Az ima hét beosztásait fog idézni. Első vasárnap 16-án képíró Gyula Lázári református lelkipásztor szolgál. Hétfőn 17-én Szoboszlai István Telegdi lelkipásztor szolgál. Kedden Harszki Zoltán jön Szent Imréről. Szerdán Mátyás Attila evangélikus lelkipásztor jön majd Nagyváradról. Csütörtökön Gabruca Tibor nyugalmazott lelkipásztor volt Székelyi lelkipásztor szolgál. Pénteken Pál Botond érkezik Maros megyéből Tisznajóról, Szászvégen mellől. Szombaton Varga Szilárd a Szatmárnémeti Református Gimnázium iskola lelkésze fog szolgálni, és vasárnap Higgyed János Szatmár kültelki lelkipásztor szolgál, és a Szatmári Egyházmegye kórusa fog vele együtt szolgálni. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk az ima hét minden alkalmára. Hétközben majd a gyülekezet kórusa, az ifjak, vallásórások fognak esténként egy-egy alkalommal szolgálni, hiszen, hogy minden alkalom a lelkünk épülésére, vigasztalására, erősítésére lesz. Hadd legyünk itt minél többen, és kérdetem, hogy az, hogy a világban kívül a falak között mi történik, vagy nem történik, az minket itt Isten házában semmiképpen ne befolyásoljon. Tehát értem ez alatt azt, hogy a járványügyi rendelkezések azok maradjanak ott a maguk helyén. Az elmúlt két esztendővel a hátunk mögött talán már értjük és látjuk, hogy nem ez a hely lesz a veszedelem forrása senkinek, sőt, hiszen itt tudunk megerősödni testben és lélekben egy barát. Köszönöm szépen! A 172. számú énekünket énekeljük. Ó, maradj kegyelmeddel, mi velünk Jézusunk.